Köszöntöm a Sétapálca nézőit! Életünkben számos társasági eseményen megfordulunk, amelyeken akarva-akaratlan beszédbe legyedünk más emberekkel. A beszélgetéseknek és a társalgásoknak is megvannak a maguk illemszabályai, amelyeket illik betartani. A Sétapálca mai adásában többek között ezeket taglaljuk. Montás című rovatunkban pedig bemutatjuk a legújabb tavaszi divattrendeket. Tartsanak velünk! Életünk során számos alkalommal, például hivatalos tárgyalásokon, magánbeszélgetések, társasági összejövetelek, ünnepi alkalmak során folyamatosan beszélgetünk, eszmét cserélünk, megfogalmazzuk véleményünket, kifejezzük örömünket, avagy nem tetszésünket. Beszélgetni, sőt társalogni egyáltalán nem egyszerű dolog, hiszen nem mindegy, hogy milyen helyzetben milyen témát választunk, milyen kifejezéseket alkalmazunk, milyen a testtartásunk, sőt az sem elhanyagolható, hogy milyen a hanghordozásunk. Vannak témák, amelyekről bár nem illik beszélni, mégis sokan nem törődnek az illem diktált a szabályokkal, és bátran faggadóznak anyagi helyzetünkről, családi hátterünkről, magánéletünkről, vallási, politikai hovatartozásunkról. Hogy partnerek vagyunk-e a beszélgetésben, azt mindenki magának dönti el. Nem szégyen elzárkózni a válaszadástól, de ha a témaválasztást mégsem érezzük sértőnek vagy tolakodónak, legyünk nyitottak, de találjuk meg a beszélgetés megfelelő formáját. Beszélj, hogy lássalak, mondta a görög bölcselő Szókratész. Mondani valunk, hanghordozásunk, az általunk használt kifejezések, gesztusaink, mimikánk, személyiségünkről árulkodnak. A művelt ember választékosan fogalmaz, szókincse gazdag, előadásmódja szemléletes, s ami a legfontosabb, kevés szóval sokat mond. S amit elmond, az mind az adott témához tartozik. Mindezek mellett nem árt azt is tudni, hogy a helyes társalgás fejleszthető, mégpedig sok olvasással. Beszéd közben mindig figyeljünk partnerünkre, ő pedig ránk. Ha valamit nem értettünk, kérdezzünk vissza, de persze nem így. Mi? Mit mondott? Így már helyes. Elnézést kérek, nem értettem, megismételnéd? Nem illik a másik szavába vágni, közbeszólni, még akkor sem, ha illedelmesen mentegetőzünk. Bocsánat, hogy közbevágok, nekem erről más a véleményem. Várjuk meg, amíg az illető befejezi mondani valóját, utána fogalmazzuk meg saját gondolatainkat. Beszélgetés közben ne használjunk töltelékszavakat, mint például izé, ugyebár, tök jó, szupi, érted? Ja. Rossz szokás az esküdözés. Nem, esküszöm. Én esküszöm, hogy elvittem neki. Ugyancsak rossz szokás az idegen szavak, kifejezések alkalmazása. A magyar nyelv rendkívül gazdag szókincse, választékos fogalmazást tesz lehetővé minden témában. Integrálták az intézményeket. A viccmesélés baráti társaságban, kötetlen találkozókon hangulatjavító lehet, de ünnepi alkalmakkor, hivatalos tárgyalásokon, nyilvános helyeken kerülendő. Na és azt a viccet hallottátok, amikor a székely megy a feleségével a szekéren? Ma már szinte mindenki tart magánál mobiltelefont. Hivatalos tárgyalásokon, színházban, ünnepi alkalmakkor kapcsoljuk ki vagy halkítsuk le a készülékeket. Amennyiben kötetlenebb társalgásról van szó, és épp telefonon keresnek bennünket, kérjünk elnézést és menjünk távolabb, hogy ne zavarjuk a beszélgetőket. Ugyancsak illetlenség társaságban, nyilvános helyen, a hangos, feltűnősködő kacagás. S ami a leginkább kerülendő, sőt szégyelnivaló, az a káromkodás. A társalgásnak vannak formai követelménye is, mint például a jól érthető beszéd, a megfelelő hangmagasság, a kölcsönös figyelem, a gesztikuláció és a felesleges mozgás elkerülése. Testtartásunk, mondani valunk mellett mindig jelzésértékű, tükrözi ugyanis lelki állapotunkat. Éppen ezért, aki keresztbe tett karral vagy hátul összekulcsolt kézzel társalog, távolságtartó, sőt valószínű, hogy mondani valunk sem érdekli túlságosan. Amennyiben a beszélgetés ülve zajlik, a hölgyek mindig zárják össze térdeiket.
Az urak ülhetnek lazábban, de ne terpeszkedjenek, és lábaikat sem a térdük fölött, sem nyújtva ne tegyék keresztbe. Álló társalgásnál nem kell feszengeni. A férfiak zsebbe teltik egyik kezüket, de a kézfejnek látszódnia kell. A nők esetében kézi táskájuk a kéz elhelyezésének problémáját rendszerint megoldja. Beszélgetés során ügyeljünk arra, hogy semmiképp sem lépjünk be a társalgó partnerünk intim zónájába. Ez ugyanis csak a párok, családtagok, rokonok privilégiuma. Az állva társalgás távolságának mértéke az, hogy kinyújtott kézzel még megérinthetjük egymást. Előfordul, hogy akaratunkon kívül egy figyelmetlen mozdulattal megsértünk valakit. Nem tud figyelni! Ilyenkor mindig kérjünk elnézést, és amennyiben szükséges, ajánljuk fel segítségünket. Elnézést kérek. Semmi baj. Vannak olyan apró kellemetlenségek, amelyek az életünkhöz tartoznak, mint például az ásítás vagy köhögés. Ezekkel igyekezzünk minél kisebb feltűnést kelteni. Tüsszentéskor mindig használjunk zsebkendőt, amelyet ne a nadrágunkba, hanem zakunkba, kabátunkba, esetleg táskánkba helyezzünk vissza. Csak a közvetlen közelben tartózkodók mondják, hogy egészségére, egészségedre. A távolabb ülőknek vagy állóknak ez nem kötelező. Vannak úgynevezett pótcselekvések, mint például a haj piszkálása, körömrágás, vakarózás, az ajkak rágása, és még hosszan sorolhatnám. Tisztelettel teli társalgásnál ezeknek nincs helyük. Az idei tavasz a divatban is a megújulást hozza. A színek és stílusok keveredése épp úgy jellemző, mint az anyagok és a formák változatossága. Az urbanista megjelenés ugyanúgy divatos, mint a romantikus vagy a retro, s a kínálat sokszínűsége mellé még társul egy nagyon felemelő érzés is, a választás szabadsága. Easy words, being thrown around, hit a ball. Jó hír azoknak, akik örömmel emlékeznek a 70-es évekre, hogy idén tavasszal és nyáron a retróra jellemző élénkség igen népszerű lesz, legalábbis ami a színeket illeti. Egy feltűnő blézerben vagy blúzban, esetleg egy hangsúlyos nadrágban, vagy akár a kettőt párosítva, idén tavasszal és nyáron meg annyi elismerő pillantást zsebelhetünk be. Ugyanakkor a természet közelsége, a bőr, a rusztikus anyagok, a zöld türkizes árnyalatai, a sivatag színei mind megjelennek az idei kollekciókban. Aki nem rajong a harsány színekért, sem a feltűnő fazonokért, választhat a visszafogottabb darabok sokaságából. A bézs, a májva szín vagy a púder örök elegancia minden alkalomra.
Akik kedvelik az urbánus divatot, döntésképtelenek lesznek az idei szezonban, hiszen annyi egymással praktikusan kombinálható ruhadarabot kínálnak az üzletek, hogy szinte mindet hazavinnénk. A nagyvárosi divat rajongói ezekben a darabokban nem csak jól érzik majd magukat, de kihangsúlyozhatják személyiségüket, és a tág színvilág nyújtotta lehetőségekkel klisémentessé is tehetik a divatot. Ha szeretik a könnyed, áttetsző anyagból készült modelleket, a nőiesség és az érzéki hatás garantált, Burgeckivel párosítva pedig még a modern, urbanista megjelenés is. Tavaszi trendek nélkülözhetetlen darabjam a ballonkabát. Ma már a legkülönfélébb színekben kapható, de ha örök darabokra vágyunk, a bézs és a sötétkék mellett voksoljunk. A legtöbb divatház és márka tavaszi kollekciójára a vidámság, a frissesség és a fantasztikus színkavalkád jellemző. Szinte valamennyi termék esetében a színek és a textúrák kapják a főszerepet, s ahogy már megszokhattuk, a legfontosabb inspirációt idén is az elmúlt időt nyújtják. Ugyanakkor a színek és a korábbi stílusok felfedezése mellett ez a tavasz a természetességet hirdeti, mind formavilágban, mind pedig az anyaghasználatban. A lágy feminim stílust követők apró virágmintákkal, az öltözikben elrejtett, finom részletekkel hangsúlyozhatják nőiességüket. A vadócok húzzanak hagyományos kék farmert vagy színeset, bőrkabáttal és az elmaradhatatlan mintás vagy élénkszínű vászoncipővel. A férfiak bizonyos márkáknál idén valamivel visszafogottabban jelennek majd meg. Ugyanakkor egy hangsúlyos színű vagy feliratos póló képes megtörni az egyhangúságot.
Talán nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az idei divattrend egyik sarkalatos pontja a színek kiemelése. A szín az életet jelenti, nélküle halott lenne a világ. Egy helyesen megválasztott színű ruhadarab nem csak saját lelkünkben, de a környezetünkben is érzéseket indukál, lelki folyamatokat mozgósít. Így, ha jól akarjuk érezni magunkat, az első ruhadarab, amit nem hagyhatunk ki. Ha vásárolni indulunk, az egy szép, vidám színű, kényelmes, kiváló minőségű póló legyen. A napsütötte tájakat idéző kellemes színárnyalatokat pulóver, de ing formájában is magunkra ölthetjük. Egy biztos, nem csak a tükörképünk mosolyog majd ránk. Természetesen a vidám színeket nem csak a hölgyek viselhetik, sőt az igazán divatos és modern férfi ma már nem létezhet néhány élénk színű ruhadarab nélkül. A szinte valamennyi szezonban örökös visszatérő tengerés stílus, a sötét kék, piros és fehér kombinációjával pedig minden bizonnyal már a nyár hírnöke lesz. Felszakadtak a korlátok a testet gyönyörűen formázó fehér neműk piacán is. A 2012-es tavasz-nyár ugyanis az érzéki alakformálásról szól. Olyan forradalmi ruhadarabokkal állunk szembe, kedves hölgyek, hogy még a sokat látott és tapasztalt fehér nemű fanatikusok is csak bámulnak. Ezek a termékek ugyanis nem csak formálnak, de egyesek még a narancsbőr ellen is felveszik a küzdelmet. Anyaguk elvezeti a nedvességet, így a bőr száraz marad. A csipke hűsítő anyagból készül, és vannak varrás nélküli darabok is, amelyek láthatatlanok a ruha alatt. Felbecsülhetetlen segítség egy ilyen alakformáló fehér nemű, hiszen ott takar és formáz, ahol arra leginkább szükség van. Hurkát tüntet el, popsit emel, idomokra hívja fel a figyelmet. A body dress praktikus, levehető pánttal készül, és felvéve a tökéletes sziluett garantált. A magasított derekú fűzőnadrág pedig egyenesen darázs derekat varázsol. És van még egy jó hír. Az alsó ruházatban megszokott fekete, fehér és bízs árnyalat után végre előtérbe kerültek a színek. A szezon slágere a pink. Az idei fürdőruhadivat is bőven tartogat meglepetéseket, természetesen csak kellemeset. Az állatvilág és a természet ihlette kényelmes, divatos és szexi darabokban garantáltan jól érzi majd minden hölgy magát a vízparton.
Azért a fürdőruhákhoz stílusában és színeiben passzoló, praktikus kiegészítőkről sem szabad elfelejtkeznünk. Egy aprócska rövid nadrág és felső rész, esetleg egy elegáns, de annál hasznosabb kalap nem csak megfelelő kiegészítői öltözékünknek, de kényelmünkről és a kellemes közérzetről is gondoskodnak. A lábbelik esetében az idei szezonban nem lehet igazán kiugró irányzatról beszélni. Éppen ezért járunk most talán a legjobban, hiszen szinte bármibe is bújtatjuk lábainkat, feltehetően divatosak leszünk. Egy valami azonban itt is megfigyelhető. A színek a cipős szekrényünkbe is beköltöznek. Aki a kényelem mellett trendy szeretne lenni, választhat a szezon legszebb színeiben pompázó, teli talpú cipők közül, a ciklámentől a zöldön át, a csipkéig és a világosabb árnyalatokig. Ugyanez a helyzet a balerina cipők esetében. Népszerűsége még mindig töretlen, hiszen nem csak nőies, de kényelemben verhetetlen. Persze vannak olyanok is, akik a magas cipősarokra esküsznek. A kecses járás és a nőiesség garantált, divatosak azonban akkor leszünk, ha színesben tipegünk. Halle Berryt bizonyára nem kell bemutatni. A nevével filmjelzett lábbelik tükrözik azt a kifinomultságot, amely a színésznőt jellemzi. A gladiátor szandálok, magas sarkú cipők és teletalpú balerinák között azt hiszem mindenki megtalálja a stílusához illőt. Az idősebb korosztály esetében cipőválasztásnál mindig a kényelem a meghatározó szempont, a tervezők azonban idén igyekeztek az esztétikumra is figyelni. Eredménye részletgazdag felső részek és a valamivel gazdagabb színválaszték. Az uraknál a szürke színtérnyerése figyelhető meg, a jól bevált barna és fekete mellett. A gyermekcipők esetében a legfontosabb az optimális tartás, valamint a gyermeklábak megfelelő természetes fejlődésének biztosítása. Ma már ez nem elérhetetlen, sőt mindezt korszerű szabások és divatos színek teszik. A szülők mellett a legapróbbak számára is igazán vonzóvá. A megfelelő cipő kiválasztásakor, kedves vásárlók, nem árt gondolni a kényelmes zoknira és harisnyára is. Egy helyesen megválasztott, jó minőségű zokni komfortérzetünk garanciája lehet. Amit mindenképpen ajánlatos megfontolni. A legszebb cipő is fakóvá válik, ha nem megfelelően ápoljuk. Szabó Magda, az ajtóm.
Ez a könyv több okból kivételes állomás írói életutamon. Elsősorban amiatt, hogy míg készült, szüntelenül azt éreztem, hasztalan tettem papírra, senkit sem fog érdekelni Szeredás Emerenc, még kevésbé az én nem is valami vonzó arcképemet rögzítő gyónás, mely összetört tükörcserepekből egybetákolt keretbe szorítja az írót és a megsérthetetlent, mégis megsértett igazságot, fogalmaz az írónő. A mindig is mitológiai személyiségnek érzékelt Emerenc aztán megtette első csodáját. Az első kiadás megjelenése utáni héten már nem volt kapható történetem. A könyv üzenetét, amelynél magánabb magánügy igazán nem volt elképzelhető, személyes ügyüknek vállalták fel azok, akik az írót élete minden buktatóján átsegítették, az olvasók. A szerző nagy sikerű művét már a filmvászon is megtekinthetik. Vadim Zeland, Választ ki magad a sorsodat. Ez a könyv sajátságos és különös dolgokról szól. A tartalma megdöbbentő, szinte hihetetlen. A szerző ugyanis bebizonyítja, hogy a valóság irányítható. A sorsunk ellen harcolni nagyon fáradtságos és hálátlan feladat. Erre azonban nincs is szükség. Elég, ha a valóságnak azt a változatát választjuk, amelyik a legjobban tetszik nekünk. A transzörf elvei szerint az ember maga választja meg a sorsát, és nem kell küzdenie értem. A világ pontosan azt a folyamatot vezeti tovább, amelyet ön a választása révén beindít. Ez a könyv oly egyszerűen és fájdalommentesen vezet el önmagunkhoz és saját problémáink megoldásához, hogy akár már olvasás közben is megtörténhet a csoda. Antónia Merikonda, plasztikai műtétek. Minden, amit a döntés előtt tudni érdemes. A plasztikai sebészet ma már nem csak a hírességek és a jómódúak kiváltsága. Nap mint nap sok ezren határozzák el, hogy élve a modern orvostudomány lehetőségeivel eltávolítatják testükről a hegeket és bőrhibákat, javítatnak alakjukon, vagy megpróbálják lelassítani az öregedés folyamatát. Ez a kiadvány részrehajlás nélkül objektív információt nyújt a plasztikai sebészet lehetőségeiről és veszélyeiről. Olyan hiánypótló kötet, amely nélkülözhetetlen mindazoknak, akik szépülni szeretnének. MC Scott, a római kém. Krisztus után 64-ben Róma ura Néró, aki szívesebben lenne színész vagy szekérhajtó, mint a birodalom császára. A kiismerhetetlen, szenvedélyes és veszélyes Néró száműzte Szenekát, az egyetlen embert, akiben bízhatott, majd őrültekkel és összeesküvőkkel vette körbe magát. Amikor egyre nagyobb tömegekhez jut el a profécia, amely szerint a mennyei királyság csak akkor érkezik el, ha Róma lángokban áll, Nérónak külső segítséghez kell folyamodnia. A könyvajánlót a Líra könyváruház támogatta. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A sétapálcát látták, találkozunk egy hónap múlva, de addig se felejtjék az örök szabályt. A viselkedés az a tükör, amelyben mindenki megmutatja önmagát. Viszontlátásra! A Sétapálca együttműködő partnere a Korzó Bevásárlóközpont.